A világ madártávlatból. A mai epizódban. Portugália. Linares várától Lisszabonig. Utazásunk Portugália közepén kezdődik, Linares váránál. Délnyugat felé tartva egy szépséges városba futunk bele, ez Coimbra a maga ősi egyetemével. Ezt követően két különleges kolostort tekintünk meg, Batalában és Tomárban. Aztán a part felé vesszük az irányt, a célunk Nazaré üdülő városka. Dél felé folytatjuk utunkat, hogy megnézzük Óbidos várát. Visszatérünk a partra, és eljutunk Cabo de Roca szikláihoz. A parton folytatjuk utunkat, üdülővárosokban és csodás partokban gyönyörködhetünk, beleértve Cascaist és Urast, hogy aztán eljussunk a Tejo folyóhoz. Utunk végső állomása pedig Lisszabon, Portugália fővárosa. Garda városának, illetve a Serra da Estrella Nemzeti Parknak a közelében található egy eldugott kis városka Linares. A római kor óta élnek itt emberek. Megfordultak itt a lusitánok is. Az ibériai törzsek, így a portugálok is tőlük eredeztetik magukat. A 13. században a várat Dénes király uralkodása alatt újjáépítették. A hely fontos szerepet játszott a portugál nemzeti tudat kialakításáért vívott korai harcokban. A vár számos sérülést szenvedett, majd ezt követően sokáig senki sem foglalkozott vele. A két torony azonban képet ad róla, milyen fontos szerepet tölthetett be a múltban. Napjainkban mindkét torony látogatható. Tetejükről lenyűgöző kilátás nyílik a környező tájra. ...1991-ben a kormány beindította a Történelmi Városok programot. 12 várost kapcsoltak be a programba, biztosítva ezek restaurálását és kellő promócióját is. Ezek egyike az ősi Pio Dao. A városkában minden ház agyagpalából épült, ennek darabjai könnyen egymáshoz illeszthetőek, és az épület kellőképpen tartós lesz. A tetőket palaborítja. A házak másik sajátosságát a kékre festett ajtók és ablakkeretek jelentik. Azt beszélik, hogy ennek az volt az egyetlen oka, hogy a városka festékboltjában csak kék festéket lehetett kapni. Maga a városka pedig oly eldugott helyen feküdt, hogy más színek nem voltak elérhetőek. Bármi legyen is az igazság, Pio Dao roppant különleges hely, és a kormányprogramnak köszönhetően ma már rendszeresen megállnak itt a turisták. Bejárják a környéket is, fellendítve a környék üzleti életét. A Mondego folyó útja áttöri a hegyeket, és közben elhalad Coimbra városa mellett. Coimbra az ország egyik legjelentősebb központja, a középkorban Portugália fővárosa volt. A várost a római korban alapították, utána a vizigótok kezébe került, majd jöttek a mórok, míg végül 1064-ben a felbukkanó portugálok kezébe került. A felfedezések korában a hajók innen indultak kalandos útjaikra. Coimbra terjeszkedni kezdett, és komoly kulturális központ lett belőle. Az Ódon utcákat érdekes épületek és templomok szegélyezik. A hegy tetején található a Coimbrai Egyetem. A világ egyik legrégebbi, folyamatosan működő egyeteme.
1290-ben alapították, majd 1338-ban áthelyezték Lisszabonba. A király rendelkezett így, mivel Lisszabon akkoriban lett az ország fővárosa. Az egyetem azonban 1597-ben visszakerült Coimbrába, mivel tevékenységét kiterjesztette, a korábbi királyi palotában kapott otthont. Az oktatott szakok a következők voltak: teológia, orvostudomány és jog. A 18. században az egyetem más szakokat is felvett a programjába. Megjelentek a különböző természettudományos tárgyak, és az egyetem eszközgyűjteménye a korabeli Európa egyik legfontosabb anyaga volt. Jelenleg 7 kar működik az egyetemen, és kis hián 20 000 hallgatója van. Ezért is viseli Coimbra a diákok városa becenevet. Portugáliában számos pompás, történelmi hírű kolostort találunk. Ezek közül 2 mindössze 30 kilométer választ el egymástól. Az egyik Batalában magasodik, a késő gótikus építészet kiemelkedő példája, amelyet az UNESCO világörökségi listáján is megtalálunk. A kolostort a 14. században építette János király, aki a csatában aratott győzelmét így akarta megköszönni Szűz Máriának. A munkálatok 200 éven keresztül folytak, amíg az éppen uralkodó király úgy nem döntött, hogy pénzét és mindennemű erőfeszítését egy másik, lisszaboni kolostorba fekteti. Ez az oka annak, hogy az egyik kápolna befejezetlenül maradt. A 19. század elején a francia csapatok jelentős károkat okoztak az épület komplexumban. 30 éven át senki sem foglalkozott a romokkal. Végül belevágtak egy nagyarányú újjáépítésbe, ami 6 évtizeden keresztül húzódott. 1907-ben az épületkomplexumot nemzeti műemléknek nyilvánították. Tomár mellett egy hegyen terül el a Krisztusrendi kolostor. A hatalmas épületkomplexum kitűnően illusztrálja Portugália 7 évszázados történelmét. A rómaiak már azt megelőzően kultikus célokra használták a helyet, mielőtt még a kolostor és a vár épületének első része felépült volna a 12. században. A földterület a jeruzsálemi lovagok, közismertebb nevükön a templomosok kezébe került, hálából a segítségért, amit a mórokkal szembeni küzdelemben nyújtottak. Ők emelték a kör alakú templomot. Ők építették a várat is, amelyet a mórok folyamatosan támadtak, egészen addig, míg végül ki nem szorították őket az ibériai félszigetről. A vár egy komoly védelmi rendszer része volt, amely a fiatal keresztény királyságot védelmezte a mórokkal szemben, akik akkoriban kezükben tartották a mai értelemben vett Észak-Portugáliát. A franciák a 14. században elüldözték a templomosokat, Dénes portugál király egyesítette őket a Krisztus lovagjai portugál renddel. Ekkor került át a székhelyük Tomárba. A következő király, tengerész Henrik a lovagokból tengerészeket csinált, és a 16. században arra használta őket, hogy kiterjessze a királyságát, és az úrszavát más országokba is eljuttassa. Időközben Tomárban is folyt a munka. Új kolostor is épült, amely a reneszánsz portugál építészet égköve lett. Batalához hasonlóan 1810-ben azonban itt is megjelentek a francia csapatok, és feldúlták az épületkomplexumot, helyrehozhatatlan károkat okozva benne. Ami azonban megmaradt, a mai napig Portugália különleges építészeti kincsének számít. A víz az élet nélkülözhetetlen eleme. A kolostorban nem voltak kutak, úgyhogy a vizet a völgyből hozták fel hatalmas tartályokban. A 17. században nagyméretű akvaduktot emeltek ezen a helyen, amely Pegoes falu 4 kútjából látta el vízzel a kolostort. A csatorna híd 6 km hosszú, 160 évet találunk benne. A híd a völgy szakaszban 30 méter magas, itt duplán fut az ívrendszer is. Napjainkban gátak segítségével nagyméretű tározókat alakítanak ki, amire nagy szükség van Portugália száraz klímájában. Ez itt Castelo de Bode, az ország második legnagyobb édesvíztározója. A folyók is jelentős édesvízforrást jelentenek.
Félsziget leghosszabb folyója, több mint 1000 kilométer hosszú. Számos mellékfolyója van, ezek délről a hegyekből áramlanak lefelé. Ez itt a Zezeré folyó Konstanciában. A Tezsó lassan kiér a síkságra, hogy aztán beleáramoljon a tengerbe. A folyó mellett található Portugália egyik festői vára, Álmurol. A 12. században emelték ezen a szigeten, és szintén az ország védelmi rendszerének részét képezte, ugyanúgy, mint Tomár. És Tomárhoz hasonlóan szintén a templomosok erődítménye volt. Álmurol az egyik legszebb műemlék abból a korból, amikor a keresztény erők visszafoglalták a félszigetet, egyúttal a templomosok korának egyik égköve. Miután a mórokat elűzték, megszűnt a vár stratégiai jelentősége. Az épületkomplexum elhagyatottan állt, állapota romlásnak indult. A 19. század romantikus szemléletének megfelelően aztán megkezdődött a kastély restaurálása. Portugália egyik csodáját a tengerpart jelenti, ahol az Atlanti-óceán hullámai formázták a sziklákat, és csodás, homokos strandokat alakítottak ki. Egy évszázaddal ezelőtt Nazaré kis halászfalu volt, a 20. század tömegturizmusa azonban mindent a feje tetejére állított. Ugyanezt történt számos más faluval a part mentén. A turisták számára komoly vonzerőt jelentenek a halászok, amint a maguk fogta makrélákat kirakják száradni a partra. A város két részre oszlik. A szikla tetején található a Sítió negyed, amely remek kilátást kínál a part szakaszra. Ehhez csatlakozik a lejjebb lévő Praia negyed. A kettőt sikló köti össze. Nazaré partját az ország legjobb strandjának tartják. Az év egy adott szakában olyanok itt a hullámok, hogy csak úgy özönlenek a szörfösök a világ minden sarkából. Az emberek többsége azonban csak elnyúlik a parton, és élvezi a napot. Ha eltávolodunk a tengerparti üdülőhelyektől, egy kicsit olyan, mintha időutazáson vennénk részt. A hagyományos hegyi falvak bepillantást engednek a régi Portugáliába. Ez Obidos erőd városa, történelme a 10. századig, a mórok jelenlétéig nyúlik vissza. A város neve a latin oppidum szóból származik, ami megerősített várost jelent. A kormányzó a 12. században a várost és a környező földterületeket a királynőnek adományozta, és a város 6 évszázadon keresztül királyi kézben is maradt, egészen addig, amíg 1883-ban meg nem döntötték a monarchiát. A városban minden évben egyszer feltámasztják a középkori hangulatot. Ilyenkor kirakodó vásárt rendeznek, ahol a zászlók és címerek adják meg a hangulatot, a helyi lakosok pedig kupeceknek, zsonglőröknek, bohócoknak és lantosoknak öltöznek. A város látképét a vár uralja, amelyet az évek során többször is kibővítettek és korszerűsítettek. Az egykori királyi rezidencia ma történelmi atmoszférát sugárzó szálloda, ahol a vendégek érezhetik a történelem levegőjét, azt, hogy valaha itt sétálhattak Portugália uralkodói. Portugália egyik nevezetessége a Cabo de Rocánál található világító torony, az európai kontinens legnyugatibb pontja. Egy 16. századi író így írta le ezt a helyet. Ahol a föld véget ér, és a tenger kezdődik. A hely fontosságát egy emlékmű is jelzi. A világító torony 1772-ben kezdte meg működését. Az évek során folyamatosan bővítették és korszerűsítették. 1897-ben bevezették az áramot, 1917-ben pedig az acetilengázt, ami sokkal erősebb fényt ad. Mára teljesen automatizálták. A világító toronyból nézve egy népszerű strandot pillanthatunk meg, ami alig 30 kilométerre fekszik Lisszabontól. 1994-ben a területet nemzeti parkká nyilvánították annak érdekében, hogy megakadályozzák
1998-ban a világkiállítást. Miután a kiállítás bezárt, a területet teljes mértékben átalakították. Irodák, lakóházak, szállodák, bevásárlóközpontok és múzeumok épültek itt. Mindez izgalmas ellentétet képez a néhány mérfölddel arrébb található történelmi város résszel. A turisták a kikötő feletti drótkötélpályát is igénybe vehetik, amennyiben gyönyörködni szeretnének a tájban, például a Vasco da Gama hídban. A hidat az 1998-as világkiállítás előtt adták át, és egyben India Vasco da Gama általi felfedezésének 500. évfordulóját is ünnepelték vele. Utolsó állomásunk a város vízi arculatának meghatározó eleme. Ez az április 25-e híd. 1974-ben ezen a napon tört ki az úgynevezett szegfűs forradalom, és szűnt meg a diktatúra. A hidat 1966-ban adták át, és gyakran hasonlítják a San Franciscó-i Golden Gate hídhoz. A minta azonban valójában a néhány kilométerrel arrébb fekvő Auckland híd volt. Ami pedig mind a várost, mind a hidat szemmel tartja, az nem más, mint ez a hatalmas Krisztus szobor. 1959-ben avatták fel, Portugália így fejezte ki háláját Istennek, hogy megóvta az országot a II. Világháború borzalmaitól. E megrendítő helyen fejezzük be utazásunkat. Narrátor Vári Attila, szerkesztő Nevelős Zoltán, magyar szöveg Kálmán Judit. Munkatársak: Csaba Tamás, Nagy Anna, Csorba Éva. A magyar változat a Szinkton Stúdióban készült 2018-ban. Stúdióvezető Csaba László.